valószínűleg édesanyám nem fogadta el azt, hogy nekem van ez a betegségem, a hasamba vezet le egy cső, ami ugye elvezeti a fölösleges agyvizet, ami miatt be kellett ültetni ezt a két csontot. Valószínűleg ebből indult ki ez az egész gyámság alá helyezéses dolog. Leginkább nekem az volt a legnagyobb szívfájdalmam, hogy a bizalmat nem adták meg. Tehát 13 éves koromig egyedül nem tettem ki az utcára a lábamat. Ezzel a két csönttel én simán együtt tudok élni. Nem korlátoz túl sok dologban, maximum annyi van, hogy testnevelés órán nem mehetek le hídba, vagy éppen nem állhatok fejen. Inkább az van meg ebben az egészben, hogy édesanyám inkább túlfejtett. Számomra ott vált világos ez, hogy édesanyámmal találkoztam a 13. kerületi gyámhivatalba, ahova az osztályfőnököm kísért el. Bennem egy hatalmas nagy stressz volt az egész, mert ugye én nem akartam az, hogy megfosztanak a saját szabadságomtól. Mert ugye ez azt is jelentette volna, hogy valaki más rendelkezik a pénzem fölött, más osztja be az, hogy én mire költsem. Tehát én ezt meg nem akartam. Nehezen mentem végig ezen az úton. Tehát nem hiába jártam meg a pszichiátriát, de egyébként meg saját magamnak kellett megküzdenem, mert semmiben nem tudtak olyan segítséget adni, mint amit szerettem volna. A pszichiátrián közölték velem az utolsó héten, hogy engem ideiglenes gondnokság alá helyeztek, hogy az ideiglenes gondnokkal aligha tartottuk a kapcsolatot. Tehát ő egyszer volt az, hogy eljött hozzánk, amikor édesanyám is otthon volt, akkor felvetett egy olyat, hogy milyen jó lenne, hogyha legalább havi egyszer találkoznánk, megbeszélgetnénk, hogy végül is mi van, meg hogy van velem. De onnantól kezdve nem is hallottam róla. Eljött a tárgyalásnak a napja, akkor én így nagyon félbe mentem be a bírósági terembe. Megkérdezte a bírónő, hogy mi van, hogy van, milyen az életem azóta, hogy legutoljára találkoztunk. És utána meg kimondta azt, hogy jó, akkor itt fejezzük be ezt az egészet, és nem helyez gondnokság alá. Hát számomra egy nagyon nagy segítség volt az, hogy az osztályfőnököm megkereste azt, mert nekem ők nagyon nagy segítséget nyújtottak, és eddig is jókat hallottam róluk, és úgy őszintén nem csalódtam bennük.